Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa. Mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Az asszony szóba állt a gonosszal, s eközben észrevétlenül belekerült a kísértő hálójába. Vonzani kezdte az ismeretlen utáni vágy. Elbizonytalanodott. Felötlött benne a gondolat, hogy talán a kígyónak van igaza. Az ember elbukott. Elnyerte az Istenhez való hasonlóságának azt a vonását, hogy megismerte a jó és a rossz közötti különbséget. De nem tudja úgy a jót választani és a rosszat elutasítani, mint Isten. A megváltott ember Krisztus közösségében a Szentlélek uralma alatt válik képessé arra, hogy a jót válassza, a rosszat pedig elutasítsa. Nem csak abban kell fejlődnöm, hogy Isten szerinti módon tudjak szelektálni, hanem hogy a felismert jót meg is tegyem.